Az alábbiakat szerettük volna tehát kísérletesen bebizonyítani. Össze lehet olyan hatóanyag keveréket állítani, ami fokozza az őssejttermelést és a csontvelőbe történő őssejtkiáramlást. A keringő őssejtek a szervekben megtelepednek, és ott fokozzák a regenerációt, és mindez teljesen biztonságos, mellékhatások nélküli készítményben megtehető. Az első lépés tehát a keringő őssejtek számának vizsgálata volt, amit állatkísérletekben végeztünk, mégpedig úgy, hogy számos kísérleti anyagot kaptunk, és utána flow citometriával mértük a vérben a keringő őssejteknek a számát, különböző időpontokkal a hatóanyagok elfogyasztása után. Első lépésben a megtelepedés vizsgálata úgy történt, hogy a kísérleti állatoknak az immunrendszerét elroncsoltuk, gyógyszerrel nagyon erősen legyengítettük, és utána őssejteket tartalmazó csontvelő szuszpenziót kaptak a kísérleti állatok. Ezek az őssejtek az állatok lépében megtelepedtek, és ott kis vérképző kolóniákat képeztek. További regenerációs vizsgálatokat végeztünk egy másik szervnél, a lépben, ahol a hasnyálmirigyet alloxánnal kezeltük, károsítottuk. Ennek hatására a hasnyálmirigy hormontermelő képessége csökkent, és az állatok tulajdonképpen cukorbetegek lettek, a vércukor szintjük megemelkedett. Ha az alloxán kezeléssel egyidejűleg a hatóanyagokból, illetve a hatóanyag keverékből is kaptak az állatok, ebben az esetben a hasnyálmirigy regenerálódott, a vércukor szintek alacsonyabbak voltak, mint a kontroll állatoknál, tehát a hasnyálmirigy regeneráció is működött. És végül a szívizommal kapcsolatban is végeztünk hasonló vizsgálatokat. Egy másik anyaggal szívizom károsodást idéztünk elő újabb kísérleti állatokban, ami abban nyilvánult meg, hogy a szívizom nem tudott megfelelően pumpálni az úgynevezett ejekciós frakció, az egy alkalommal kilökött vér mennyisége számottevően csökkent. Abban az esetben, ha ezek az állatok az izoproterenol, a szívkárosító anyaggal együtt történő kezeléssel hatóanyagokat is kaptak, őssejtermelést fokozó hatóanyagokat is kaptak, akkor a szívizom regenerációja gyorsabb volt, amit az ultrahangos vizsgálatok mutattak, hogy az ejekciós frakció mennyisége ismét megnövekedett. Természetes, hogy ezeket a vizsgálatokat és más további vizsgálataink eredményeit is megfelelő nemzetközi szakfolyóiratokban, tudományos folyóiratokban publikáltuk is.